Vasárnap délelőtt, csirkeól fölött, megjelentek a végzetes keze. Megnyílt a rács, s az egyik kézben kés, sarokban tyúkocska szentereg. Szörnyű az ébredés, s az idő is kevés, konyhában a tűzhely már meleg. Ha erős vagy és merész, s a futástól sem félsz, az életed még mentheted. De engem nem fog senki el, engem nem fős senki meg, hozzám nem érhetne ujjukkal a támadó kezek. Vigyázz, ezek fürgék, és igen, éhesek, és vigyázz, mert a konyhában a tűzhely már meleg. Az életünk a tény, ebből így nem lesz ebény, mi futhatunk a kerítés alatt, mi már rég gyökeret eszünk, és már bírok leszünk, de nevünk akkor is tyúkocska marad. De engem nem fog senki el, engem nem fős senki meg, hozzám nem érhetnek ujjukkal a támadó kezek. De vigyázz, ezek fürgék, és igen, éhesek, és vigyázz, mert a konyhában a tűzhely már meleg. Vasárnap délután, a gazda asztalán, a tálban finom combok díszlenek. Jó ebéd után, jól lakott talán, és a tűzhely már hideg. De minket nem fog senki el, minket nem fős senki meg, hozzánk nem érhetnek ujjukkal a támadó kezek. De vigyázz, ezek fürgék, és igen, igen éhesek, és vigyázz, mert a konyhában a tűzhely már meleg. De minket nem fog senki el, minket nem fős senki meg, hozzánk nem érhetnek ujjukkal a támadó kezek. De vigyázz, ezek fürgék, s túl gyakran éhesek, és vigyázz, mert a tűzhely minden nap meleg.